Van ennek egy olyan része, ami életkortól független, tehát akár kamasz vagyok, akár fiatal felnőtt, akár középkorú, nem lehet teljesen semleges az, hogy mit gondolnak rólam mások. És hát azért nagyon sokáig az emberiség történetének egy igazán nagy szakaszában ezek a mások, azért elsősorban a családunk volt, a munkatársaink, esetleg egy falu közössége, de hogy semmiképpen nem ilyen tízezres, százezres nagyságrendben hallottunk vadidegenektől véleményeket, és hát nagyon gyakran, hát ez egy az a közösségi médiának a dinamikájába tartozik, hogy nagyon gyakran ezek a visszajelzések nem arról szólnak, hogy hát te figyelj, Vencel, ott a nem tudom, harmadik percnél a negyedik mondatod második fele, az szerintem túlzás, hanem az embert minősítik, vagy tisztelet a kivételnek. De hogy nagyon gyakran egy-egy megszólalás, ha nagy nyilvánosságot kap, akkor hoz egy ítéletet egy egész személyiségről, egy egész jellemről, és talán ott van jelentősége annak, hogy ez milyen életkorba éri az embert, hogy mennyire megszilárdult már az identitás.